Az adventi időszakban hétfői adásaink keretében istentiszteleteket is láthatnak kedves nézőink. Ma elsőként a belvárosi Jézus Szíve római katolikus templom tegnap esti miséjét láthatják. A Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Krisztusban szeretett testvéreim, advent első vasárnapja van. Ezt a szent misét, Szent Rita tiszteletére és az adakozó szándéka szerint mutatom be. Advent első vasárnapján felébresztjük magunkba a vágyat Isten iránt, és ez a vágy, ez az adventi koszorúnak az első gyertyája. Ez a pislákoló kis láng, amely reményünk szerint majd karácsonyra egy nagy tűzzé alakul. Most ünnepélyesen meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. Sötétben nem látunk, eltévedtünk. Képzeljük el, hogy kiállunk. Ránk esteledik, eltévedtünk. Egyszer csak megpillantunk egy kis tény. Megkönnyebbülünk, végre hazamehetünk. Az emberek sokáig azt hitték, Isten távol van tőlünk. Félünk tőle, nem ismerték igazán. Nem tudták, hogy közelítsenek felé. Isten ezért már nagyon régen kiválasztott egy népet. Megígérte nekik, hogy elküld egy valakit, aki megszabadítja őket a félelemtől, sötétségtől, megmutatja, milyen közel áll ő hozzáig. Megváltóra sokáig vártak. A várakozás kis fényt adott nekik. A kis fény sokat jelent, sötét szobában, a tanító, a gyógyító, a vigasztaló, jóságos Jézus születésének ünnepére készülünk. Takarítsuk ki lelkünket a bűntől, tegyük jóvá, ami rosszat tettünk. Egyre több gyertyát gyújtunk meg hétről hétre. Ez azt jelenti, közeledik annak születése, aki fényt hozott a világra. Most advent első vasárnapján gyújtjuk meg az első gyertyát. Megüled az első gyertyám, advent első vasárnapján. Hosszú percekig nézem lángját, eszembe jutottad az Úrért, jászlát. Most a Szent Mise elején, hogy alkalmassá váljunk a Szent Misztériumok ünneplésére, tekintsünk önmagunkba és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert védkezzünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És adj meg nekünk a sötétséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre! Ura, mi rossz, Ura, mi rossz.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, önts híveit szívébe szentel határozást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Íme jönnek majd napok, mondja az Úr, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Juda házának megígértem. Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Juda, és biztonságban él Jeruzsálem, és a várost így hívják majd, az Úr, ami igazságunk. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus majd eljön összes szentjének kíséretében. Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban, megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek. Éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre, hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek, Urunk Jézus által. Ez az Isten igéje. Amen.
Az Úr legyen veletek! És veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbe esett rettegés támad a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek, akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek topzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap, mint a csapda úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az ember fia színe előtt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvérek! Ismét elérkeztünk az új egyházi év kezdetéhez, újból itt az advent. Mit is jelent ez a szó, és mi a tartalma? Az advent a latin adventus szóból származik, ami eljövetet jelent. Krisztus eljövetelét értjük alatta, méghozzá kettős eljövetelét. Várjuk karácsony ünnepét, amikor Krisztus születésére emlékezünk és azt ünnepeljük, és várjuk a parúziát, Krisztus második eljövetelét, ami majd az idők végén fog megtörténni, ahogyan hallhattuk a mai evangéliumban is. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy karácsonyra készülve nem Krisztus születésére várunk, ahogy sokszor hallhatjuk helytelenül megfogalmazva, mert Krisztus 2000 évvel ezelőtt már megszületett, eljött a földre és emberré lett. Az Istennek ezt a felénk lehajló szeretetét ünnepeljük karácsonykor. De Krisztus megtestesülése és születése egyedülálló és egyszeri volt, és nem fog többet a világtörténelem folyamán megtörténni. Az ő második eljövetele egészen más jellegű lesz. Erre az eljövetelre is figyelmeztet bennünket az advent, amelyre tudatosan készülnünk kell, hogy azon a napon majd mi is felemelhessük a fejünket. Tehát az advent egy készületi idő, egy várakozás. De nem egy olyan tétlen várakozás, mint amikor a buszra vagy a vonatra várunk, hanem éppen ellenkezőleg egy tevékeny várakozás, egy intenzív idő kell, hogy legyen a lelki életünkben. Nagy ajándék az egyháztól, hogy ilyen készületi időket kínál a számunkra, mert ez mindig az újrakezdés, a megújulás, a jobb irányba fordulás lehetőségét hordozza magában. Úgy is elképzelhetjük, hogy az advent egy lelki utazás, amikor is elindulunk karácsony felé, elindulunk a betlehemi jászol felé. Felkerekedünk, és utunk célja nem kevesebb, mint hogy az értünk földre jött Jézus Krisztushoz találjunk. Sokszor, ha egy munkához kell hozzáfogni, vagy valahová el kell indulni, mindig a kezdés, mindig az első lépés a legnehezebb. Érezzük, hogy bele kéne már fogni, el kéne már indulni, fel kéne már kelni az ágyból,
de még gyűjtöm az erőt. Még fel kell készülnöm, még szükségem van 5 percre. De miért is olyan nehéz ez? Talán azért, mert ilyenkor egy állapotváltozáson esünk át. A fekvést, a pihenést, az egy helyben ácsorgást feladjuk, és valaminek nekifogunk, felkelünk, mozgásba lendülünk. Hát egy ilyen állapotváltozásra hív bennünket ez az adventi idő, hogy induljunk el az Úr felé, éledjen meg, élénküljön meg a szívünk, és keressük az Urat, közeledjünk az Istenhez. Aki szeretne megváltozni Krisztusért és Krisztus által, az most megteheti. Az atyai ház kapuja ma is nyitva áll. Csak induljunk el felé, tegyünk konkrét lépéseket. Jelöljünk ki a magunk számára konkrét és megvalósítható célokat az adventi időszakban, amik segítenek, kísérnek bennünket ezen az úton. Ez legyen a mi aktív várakozásunk. És amikor látjuk, hogy sikerül őket megvalósítanunk, amikor érezzük, hogy fejlődünk, közelebb kerültünk az Istenhez, akkor majd az ünnepek elmúltával se adjuk fel, hanem tartsunk ki, legyen szilárd az elhatározásunk, hogy napról napra szorosabban kötődhessünk Krisztushoz. Jellemezhetjük tehát így az adventet ezzel a bizonyos várakozással, de ha mélyebben belegondolunk, az advent sokkal inkább egy vágyakozás. Vágyakozás valami, valaki után. És ezt a vágyakozást megfigyelhetjük minden ember lelkében, azokéban is, akik nem járnak templomba, akik nem hívők. Ők is lázasan készülnek ilyenkor karácsonyra. Arra a karácsonyra, amit mindenki úgy emleget, hogy a szeretet ünnepe. Valóban az. De milyen szeretetnek az ünnepe ez a karácsony? Talán a hitvestársak szeretetének, a család szeretetének, vagy a barátok szeretetének? Ne talán az idősek szeretetének, az elesettek, a szegények iránti szeretetnek? Igen, ezeket a karácsony mind magában hordozza, de csak azért tudja magában hordozni, mert a karácsony az Isten emberek iránti szeretetének az ünnepe, és ebből a szeretetből táplálkozik, ebből nyer értelmet a többi is. Az emberek várnak, vágynak erre a szeretetre. A ma embere rettenetesen szeretet hiányos. Éppen ezért vágyódunk még inkább arra a feltétel nélküli elfogadásra és szeretetre, amelyet egyedül az Isten képes megadni a számunkra. Az ő kapuja mindig nyitva áll előttünk. Adja Isten, hogy mindnyájan megérezzük és felismerjük, különösen most az irgalmasság rendkívüli szentévének küszöbén, az Istennek ezt a felénk forduló irgalmas szeretetét, amelyre mindannyian vágyunk, engedjük be a szívünkbe, és válaszoljunk is erre a szeretetre, az ő felé fordulással, a hozzávaló elindulással és életünk megújításával. Szép adventi készületet kívánok mindnyájatoknak. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, aminek és Földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egyénnyel, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és Istentől, a Húzius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, én már szenvedett,
föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljött dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszen az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban hallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Az új egyházi év kezdetén forduljunk testvéreim mennyei atyánkhoz, és kérjük, hogy megváltásunk eseményeit ünnepelve részesüljünk Isten kegyelmi ajándékaiban. Tisztítsd meg, Uram, szívünket a bűnbánatban, hogy bizakod a várásunk találkozásunkat Jézus Krisztussal. Kérjük, hogy hívek karácsonyra készülve kegyelmet segítségével, megújítsam életünket. Segítsd a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és egyetértést az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a betegeknek és a szenvedőknek vigasztalást adjon Jézus elkövetelésének várása. Kérünk téged, hallgass meg minket. Elküld testvéreimnek, pedig teljesen sóvárgó vágyakozását, és részesítsd őket szent színed látásában. Kérünk Urunk Istenünk, gyermeki bizalommal könyörgünk hozzád, töltsd el szívünket kegyelmeddel, hogy így méltók lehessünk a karácsony örömére és békéjére, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jó téteményeidből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te hátedben. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz.
adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait. Ments meg minket az örök kárhozattól és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához. Majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Ható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Megkér az ország, a hatalom és a Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk Thank you.
Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ember.
Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amellyel már mostani múlandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hétfőn Szent András apostol ünnepe lesz, a szentmisék reggel 6 órakor, majd reggel 7:30 lesznek. Egész adventi időben, minden héten, a holnapi nappal kezdődően, reggel 6 órakor Rorátes szentmisék lesznek hétfőn, szerdán és csütörtökön. Ugyanezeken a napokon a reggel 7:30-as szentmise is megmarad. Csütörtökön Szavéri Szent Ferenc emléknapja lesz, a szentmisék reggel 6 órakor, reggel 7:30-kor és este 6:30-kor kezdődnek. Az esti szentmise előtt csütörtökön 5:30-tól a Szeretet láng litániáját imádkozzuk. 6 órától minisztráns foglalkozás, szerdán este 7 órától pedig Biblia óra a plébánián. Csütörtökön este 6 órától felnőttek felkészítése szentségek vételére. Péntek első péntek lesz, gyóntatások lesznek a szentmisék előtt, valamint a kórházban, az öregek otthonaiban, illetve a házaknál. Pénteken délután 16:30-tól pásztorjáték próba. Pénteken 17:30-kor a Jézus Szíve Társulat és a Rózsafűzér Társulat litániája most együtt lesz megtartva. Szombaton délelőtt 10:00-tól fiatalok felkészítése szentségek vételére. Szombaton adventi gyertyagyújtás lesz az agórán este 6:00-tól, melyet az evangélikus gyülekezet vezet. Itt a templomban szombaton 17:30-tól Német Csaba és fia ad adventi hangversenyt. Jövő vasárnap advent második vasárnapja lesz. 16:30-kor a zeneiskola növendékeinek és tanárainak hangversenye lesz. Ugyancsak vasárnap 5:00-tól adventi gyertyagyújtás lesz a Tósoki iskola előtt. A vasárnapi szentmisék után pedig megemlékezünk Szent Miklós püspökről. A Tósokberéndi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola játszóházat szervez az óvodák nagycsoportosai és szüleik számára december 3-án délután 16:00-tól. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Július 2-ától július 10-ig zarándokutat szervezünk a Duna-deltába. Érdeklődni és jelentkezni a plébánián lehet. A mai naptól a kedves testvérek elkezdhetik elvégezni karácsonyi szentgyónásukat. Kérjük, használják fel rá az adventi időszakot, és ne hagyják azt az utolsó pillanatokra. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen hála! Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.